Az 5 kilórák. Lesz hozzá még óföldáki tészta. Mediterrán fokhagymás garnéla, óföldáki vajas spagettivel, feta sajtos pirítóssal. Ez volt az egyik legkülönlegesebb étele a Makói Hagyma Fesztivál szombat délelőtti főzőversenyén. A finomságokat hazai alapanyagokból rakták össze. Eléggé futurisztikusnak tűnik a történet, de kicsit meg akartuk hökkenteni, ami biztos, hogy makói vöröshagyma van benne, makói fokhagyma van benne, gyönyörű villányi fehérbort teszünk hozzá, és így lesz belőle egy kis olyan őszvér, de mégis meghökkentően szép étel szerintünk. Több mint 30 bográcsban más különlegesség is készült, pacalt és slambucot is kavargattak. Ez egy kicsit kakuktojás, ami itt van, mert ez nem egy jellegzetes makói jellegű étel, ez egy hajdúsági étel, miután én onnan származom, és miután elég sokan készítenek itt pörköltöt, ezért egy ilyen specialitás, egy hajdúsági slambuc készül, de azért hozzá van véve a makói vöröshagyma és margarica szalonna. Máshol szürke marha pörköltet forgattak a tűz fölött kizárólag háztáji alapanyagokból. Nagyon oda kell figyelni a hozzávalókra. Tehát mit, mikor, hogyan. Nagyon fontos, hogy saját termelésű dolgokkal dolgozzunk. Az ember csak abból lehet biztos tényleg, amit úgy megtermel. Baráti társaságok, intézmények, egyesületek, civil szervezetek csapatai állták körbe a bográcsokat. Nagy volt a sürgés, forgás. A jó hangulat, a finom itóka ilyenkor elengedhetetlen része a főzésnek. Jó dolognak tartom. Így. És akkor egy főzés meg még jobban összehoz az embereket, tehát a kaja, mindig. Ez azért remek lehetőség és remek környezet, igazán jól érezzük magunkat. Van egy Szeretem Makó csoport nevezetű csoportosulás, mindannyian itt leszünk, 40-en, és jó hangulat van. Várjuk, hogy készen legyen. Az elkészült finomságokat 4-tagú zsűri értékelte. A fesztivál főzőversenyének első díját Kurai László marha pörköltjével nyerte meg. A második helyezést Mátó Lajos kakas pörköltje. A harmadikat Kis Ádám Malibu csapatának töltött hagymája kapta. A garnélás különlegesség külön díjat kapott.